Köszöntöm kedves nézőinket! Vendégemről előjáróban annyit mondanék, hogy több ezer gyerkőc fordult meg a szárnya alatt. A neve az évtizedek során pedig összeforrt a Rákóczi utcai óvodával. Csík Gabival fogunk beszélgetni a következő fél órában. Szerintem induljunk onnan a beszélgetésünkben, hogy tulajdonképpen te miért választottad az óvónői pályát? Hát ezen nagyon sokszor gondolkodtam, és nem tudtam eldönteni, de valószínű, hogy a 40 év azt igazolta, hogy jó helyen voltam, jól éreztem magam, hogy gyerekek szeretete. A családban senki nem volt, aki gyerekekkel foglalkozott volna. Az édesapám évtizedeken keresztül tanácselnök, aztán polgármester volt, és talán az emberek szeretete és mintaképül is szolgált, talán ez igazolhatja azt, hogy a választásom miért is történt, hogy óvónő legyek. Aztán azt is gondolom, hogy nagyon jó tanítóim voltak az általános iskolában, akiknek a példája talán előttem volt mindig, és ők is javasolták, terelgettek engem az óvónői pálya iránt, vagy felé, és tettem én ezt már általános iskolás koromban is, hogy gyerekekkel foglalkoztunk, ugye akkor még voltak ezek az ősvezetős játékok, meg úttörősdi, kisdobosdi, és én akkor ott már a gyerekekkel foglalkoztam. És valószínű, hogy ez, ennek az egyvelege lehet az, hogy én úgy döntöttem, hogy az óvónőképző szakközépiskolába iratkozom be, mert ugye akkor még a Vasvári Pál gimnázium és óvónőképző szakközépiskola volt a neve, tehát ott képeztek bennünket, és nagyon korán kellett eldöntenünk, hogy mit szeretnénk, hiszen 14 évesen döntöttünk úgy. És több osztálytársam is volt, aki kísért az utamon, és együtt dolgoztunk az oviba, és többször megkérdeztük egymástól, hogy jól helyre jöttünk-e tanulni annak idején, vagy éppen mit is gondolunk róla. És végig megállapítottuk, hogy igen, jól érezzük magunkat, és azért a gyerekeknek a csillogó szeme szeretete azért az egy nagyon-nagyon jó érzés, ami kíséri a munkánkat. És akkor ennek kapcsán többször volt érzésem, hogy a lányokat is meg kellene szondázni, a kolléganőket, a nevelőtestületet, hogy érzi. Különös tekintettel akkor, amikor annyi változáson kellett meg keresztül menjen az óvodapedagógia, és nagyon-nagyon változott az óvónőknek a szerepe a napi munkában, sok adminisztráció és egyéb olyan, ami egyébként feleslegesnek tűnik, ám igazolja idővel, hogy ezek hasznos dolgok lehetnek. Szóval akkor megszondáztattam őket is, és kérdeztem, hogy vajon ki az, aki, ha most kellene válasszon pályát, akkor óvónővé válna most is, vagy valami mást szeretne kezdeni az életével. És a 30 óvónő közül 2 volt olyan, aki azt mondta, hogy más szeretne. És azt gondoltam, hogy milyen boldogok lehetünk mi ott. Hogy mindenki azt teszi, amit kedvel, és jól érzi benne magát. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek nehézségek, nem voltak kihívások, és nem volt olyan, amikor bosszusan néztünk egymásra, és tehetetlenül, hogy mit is kezdjünk most azzal a problémával, ami adódott, vagy éppen olyan nevelési helyzeteket, esetmegbeszélésekkor tártuk szét a karunkat, hogy nagyon nehéz most megtalálni az alternatívák közül, hogy melyik is lenne az, ami segítő, de ezeket mindig leküzdöttük, ezeket a problémákat. És ha visszagondolok az elmúlt időszakra, nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok a kollégáimra. És nagyon-nagyon sokszor büszke voltam rájuk, most is az vagyok egyébként, de most már ugye távolodunk, és a napi kapcsolat megszűnt közöttünk, de olyan erőfeszítéseket tettek, és olyan szeretettel próbálták a gyerekeket felkészíteni az iskolára, és a napi rutin felülírtva, mindig valami újat kitalálva, és keresni, hogy a gyerekeknek éppen mi lenne a legjobb, hogy minél hatékonyabbak legyünk az ő nevelésükbe, hogy azt mondtam, hogy ezt csak egy jó csapat tudja megtenni. És nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy azt a 28 évet, amit vezetői munkával töltöttem el, egy remek csapattal tettem. Mindig tudták, hogy mikor kell engem inspirálni valamire, mikor kell valamivel feldobni, hogy menjen a szekér továbbra is jókedvűen.
Természetesen én is mindig néztem őket, hogy mikor van szükségük arra, hogy egy kicsit bohóckodjunk, egy kicsit vidámkodjunk, valami más csináljunk a nagy terhek alatt. De ez mindig így jól működött, és nagyon boldog voltam az aktív éveim alatt. Bár mondjuk most is, tehát nem csak azzal lezártam, de ami az ővelük való kapcsolatomat jelenti. Mikor kerültél, és hogyan kerültél, és miért pont a Rákóczi utcai óvi lett? Ez egy nagyon jó kérdés. Annak idején, 1978-ban végeztem én el a szakközépiskolát, és akkor középfokú óvónőként jöttünk ki, nagyon felkészültem, 18 éves öntudatos óvónőként, mindent tudunk, remek és nagyon nagy hívvel indultunk neki a pályára, és akkor nem volt választás. Akkor abban az időszakban arról szólt, hogy az oktatási iroda, illetve osztály volt még úgy hiszem akkor mindenkit kijelöltek. A végzős hallgatókat, akik Székesfehérváron szerettek volna elhelyezkedni óvodában, kijelölték az útjukat. És akkor én a Manc János óvodába kerültem, illetőleg Manc 2 János óvoda, mert ilyen extra nevek voltak ám itt a világban, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ezek már megszűntek, bár a Manc János név nyilván nagy név volt, és méltó arra, hogy több óvodát is elnevezzenek róla, de azt gondolom, hogy azért, az az óvoda azért lett 2, mert volt a Manc János óvoda, ami még most is a sarkon az emléktáblával üzemel, és annak a tagóvodájaként üzemeltünk mi ott a technika háza mögött volt egy 3 épületből álló óvoda. No, oda kerültem én. És aztán telt múlt az idő, és akkor úgy gondolták, hogy a videótó munkásszállóra már nincsen szükség, és viszont nagyon sok kisgyerek van, és egy óvodát szeretnének építeni, illetve létrehozni, és akkor 1981-ben felújítva azt az épületet, ezt a kétszintes épületet, költözött át a Manc 2 János óvodának a testülete oda, egy 9 csoportos óvodába, tehát szép nagy óvoda lettünk, bár így az épület ebből összeadódott ott is, majdnem 7 csoport is. És aztán nyilvánvaló, ha jól érzed magad valahol, akkor nem kívánkozol elmenni máshova, és ez így történt velem is, hogy nőttem, gyűjtöttem a tapasztalatokat, a vezető tönk nyugdíjba vonult, mert éppen ő meg elérte azt a kort, és akkor megkérdezte, hogy szeretnék-e vezető lenni. Nyilvánvaló, hogy ő abból látta, hogy én az eléggé nyüzsgő típus vagyok mindenhol, tehát energikus, és középiskolában is mindig valamit szervezkedtem, de mondom valószínű, hogy édesapa múltjából fakadóan ma azt láttuk, hogy közért tenni érdemes meg jó dolog. És akkor én azt arra rábólintottam arra, hogy egy kicsit kérettem magam, mert éretlennek éreztem magam. Bár a hiúságomnak nagyon jól esett, hogy azt gondolta a Mimi néni, hogy én erre alkalmas leszek. És aztán az idősebbek tologattak egy kicsit, hogy próbáld meg, és akkor nagy elánnal belefogtam. Hát az első 5-10 évet nem nagyon emlegetem fel magamnak, annak ellenére sem, hogy azt hiszem, hogy akkor voltam igazán lendületbe, és hogy úgy éreztem, hogy kifordítom a világot, csak melyik sarkánál kezdjem el. De nagyon-nagyon sok feladat volt a fejlődésemet tekintve, hogy mit kezdjek. Különös tekintettel, hogy abban a csapatban, ahol eddig én is tag voltam, bár mindig igyekeztem kivenni a részemet az irányításból, de semmiféle titulusom nem volt, tehát azon kívül, hogy aktívan dolgozgattam, meg próbáltam ilyen innovációs folyamatba bennlenni, azon kívül semmi más dolgom nem volt, tehát azért megtalálni a helyemet vezetőként abban a csapatban, a tekintélyemet megszerezni, szóval azért azok nem voltak annyira egyszerű. És gondoltál rá, hogy inkább, tehát hogy nem is szeretnél vezető lenni, vagy nem gondoltál rá? Nem gondoltam rá. Akkor, amikor Mimi néni megkérdezte, és javasolta, hogy ő ezt így gondolja,
hogy alkalmasnak látó arra, akkor azt hiszem, hogy ez a hirtelenségem és a tényleg a fiatalságom, akkor jöttem vissza szülési szabadságról, tehát igazándiból ki is esett egy kicsi idő, amíg nem dolgoztam, nem túl sok egyébként, de lehet, hogy pont ezért volt jó, hogy akkor nagyobb lendülettel és teljesen úgy újultam meg, hogy akkor a vezetői feladatokat is figyelembe véve. Mondom, a hiúságomnak azt hiszem az volt az elsődleges, de utána aztán rájöttem, hogy jó volt ez így. Jó döntést hoztam, kellettek azok a pofonok, amiket megértem az elején, és nagyon-nagyon jól szolgálatot tett a későbbi időben. Alázatra tanított, emberek elfogadására, nagyobb empátiával fordultam az emberek felé, amit egyébként úgy gondoltam, hogy előtte is úgy tettem. Tehát nem gondoltam én, vagy nem gondolom én magamról, hogy a régebbi időben nem lettem volna figyelmes, és nem akartam volna másiknak, de azért itt sokkal inkább oda kellett figyelni. Ott akkor, amikor barátkozik az ember egy nevelő testületbe, azzal fogok, aki hasonló habitusú, mint én. Többieket is szeretjük, de azért ez igazi barátság. Itt meg azért mindenkihez meg kellett találnom az utat, mindenkinek kellett a jó tulajdonságait felfedezni, mert hogy van. Még akkor is, hogyha zömében olyanokat mutogat meg, ami nem annyira tetszetős, különösen gyereknevelése, vagy bármi a kapcsolatban, de azért mindenkinek is. Én ebben nagyon-nagyon sokat tanultam és fejlődtem, azt gondolom, ami nem csak az óvodavezetői életemet egészítette ki, vagy minőségében javította, hanem azért a magánéleti kapcsolataimat is szerintem befolyásolta és jobbá tette. Többször is voltunk kint nálatok forgatni, és én mindig úgy láttalak, mint most, hogy fülig ér a szád, ragyogsz, jössz, mész, csinálod a dolgodat, pöröksz folyamatosan. Honnan van neked mindig ennyi energiád? Szerintem az emberek szeretete. Ráadásul azt is megtanult, először is, hogyha gyerekek között vagy, akkor nem bírsz más lenni. Illetve bírsz, de akkor nem vagy jó helyen. Tehát, hogyha te jól választottad meg azt, amivel szeretnél foglalkozni az életed során, akkor ezt így érzed meg. Persze nekem is voltak rossz napjaim, tehát azért azt tudni kell. Én is be tudtam csukni úgy az iroda ajtaját, hogy kiraktam egy ilyen kis táblát, hogy ne zavarjatok. Ennek pontosan az volt a lényege, hogy senkit nem akartam megbántani, de éreztem, hogy a toleranciám akkor most éppen a végén járt. Tehát fel kellett tölteni magam. Viszont az nagyon jó volt, hogy föl tudtam. Tehát ilyenkor szoktam leginkább belefogni olyan innovációs tevékenységbe, aminek köze nincs az eddigi feladatokhoz, hanem akkor úgy szárnyaltam, és akkor úgy rózsaszín világba kerestem a helyemet, és hál' Istennek ez mindig jó volt. A másik meg, hogy olyan sokáig nem szoktam dunnyuska lenni, meg nem is engedtem magam belesüppedni a szomorúságba, mert azt is megtanultam a vezetés során, hogy nincs annyi energiája az embernek, hogy a negatív dolgokkal foglalkozzon. Nagyon jó tanítóim voltak, és azok azt mondták, hogy amin tudsz változtatni, azzal foglalkozz, elemezd, hogy hogyan tudod azt megtenni, de amivel nem tudsz foglalkozni, azt engedd el. Ezt mondjuk mostanában használják ezt a szót, hogy engedj meg engedd el, meg nem tudom én, de valójában tényleg így van, hogy ne foglalkozz tovább vele. És az óvodapedagógia annyi rejtélye van még, és annyi titkot tartogat még, amit persze megtanultál valamikor, de azt mindig tovább tanulod, és még egy másik oldalát veszed elő, és akkor mélyedsz el benne, és akkor teljesen úgy érzed, hogy hát ezt hogy nem tudtam eddig, hogy tudtam eddig dolgozni, hogy én ezt nem tudtam. És én nagyon, nagyon szívesen fedezek fel dolgokat, nagyon szívesen tanítok, és mondom el a másiknak, hogy ezt így kéne, és annál nagyobb örömmel, mint ez az összes tevékenység, veszem azt, hogyha a gyerekek jól érzik benne magukat. És azt gondolom egyébként, hogy az óviban nem voltam ezzel egyedül. Nyilván, hogy a kollégáimnak más terhei voltak, ami a napi munkájukat jelenti, de azok az együttlétek, ami hetente egyszer a megbeszéléseket megelőzte, jókat vigyorogtunk, elmesélte mindenki a dolgát, hogy mitől vidám, vagy éppen milyen történet volt a csoportban, vagy milyen aranyköpéseket hallottak.
És azt gondolom, hogy ez már azt bizonyította, hogy egy húron vagyunk. És akkor utána már ráhangolottunk, mindenki vidám volt, jó, akkor most akkor mi lesz a feladat, és akkor jöhettek a feladatok is. És azt hiszem, hogy azért tudtam én mindig mosolyogni, és jókedvű lenni, és ez nem erőltetett volt. Szóval ez belőlem jön, mert ez így jó szerintem. Mert így is érzem jól magam. Mert egymást is tudtuk úgy simogatni, nem szó szerint, de lelkünket is helyére tenni, hogy jól hatsunk a másikra. És ezt csak így lehet megcsinálni. És azt is gondolom, hogy akkor, amikor egy kicsikét a mosoly lefagyott a számról, mert volt azért egy pár ilyen helyzet, akkor ha én a gyerekek közé bementem, akkor mindjárt elfelejtettem minden olyan problémát, ami mondjuk előtte terhelt, vagy nehezen viseltem. De azért gondolj bele, hogy belépsz a kapun például, amikor ők kint vannak az udvaron a gyerekek, és röpülnek velét, és szeretettel köszöntenek. Na most, aki ezek után gondokkal telve be tud menni az irodába, az tényleg nincs jó helyen, vagy annyira átadta magának magát a gondjainak, hogy azért nem veszi észre. Tehát nekem már eleve ennyi. Vagy egy jó szó a gyerekektől, még akkor is, amikor azt mondták, hogy de szép vagy, amikor nem voltál szép, de nagyon jól esett, hogy de aranyos vagy. És akkor ezzel megöleled, ölelni csak szeretettel lehet, szóval morcosan, dühösen, nem. És akkor már is helyre került a lelked, és mehettél be az irodába, dolgozhattál tovább, és semmiféle baj nem volt. És én azt gondolom, hogy ezt így jó csinálni. De ugyanezt alkalmaztam a szülőkkel szemben is. Mert akkor, amikor a szülők jöttek, és problémájuk volt, akkor azért mindegyiket úgy próbáltam elengedni az irodából, hogy azért jókedvűen menjen, megértse azt a helyzetet, ami éppen problémát jelentett számára, vagy a gyereknek a számára, vagy kerestük a megoldást, hogy mi lenne. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezt érezték mások is, nem csak te is. Ennek örülök, hogy neked is feltűnt. Igen, igen, hát folyamatosan így láttalak tényleg mindig. Egyébként több ezer gyerkőcöt mondtam, ezt gondolom tényleg így is van. Megismered őket az utcán? Köszöntök egymásnak? Tehát azért ez érdekes lehet egy óvónő szemével látni, hogy tulajdonképpen ti indítjátok ki őket a nagyvilágba, és akkor látjátok azt is, hogy mi lett belőlük. Igen. A régi gyerekeket nagyon jól ismerem. A mostani gyerekeket is, de őket már kevésbé névről. Szóval azt hiszem, hogy a számítógépes világban szoktam mondani, amióta ugye használtuk a laptopot a kollégáknak, itt a megabájtokkal nagy baj van már bent, valami memóriát kellene cserélni, mert valami hibázik. Most meg, hogy kiszálltam ebből a forgásból, még nagyobb energiát igényel, hogy előhívjam a neveket. És egyébként pont a nevekkel van a legtöbb bajom. Ám, ugye azért a korai időszakban, akik már felnőttek és dolgoznak, meg egyetemre járnak, de már általában dolgoznak is, ővelük találkozunk, és igenis üdvözölni szoktuk egymást, és meg is ismerem őket. Ők is, bár ő nekik, hogyha csak óvodáskorban találkoztunk, akkor nehezebb dolguk van, mert azért én többet változtam, mint ők. Bár ők is sokat nyilván a 6 éves korukhoz képest, de azért az ember, ha sokat figyeli a gyerekek szemét, akkor abban mindig rejt valamit, meg van a karakter. Igen, akikkel megismerjük egymást, mindenféleképpen üdvözöljük is. És ami jó érzés, hogy nem olyan régen voltam a kórházban egy fránya baleset miatt, és ott volt éppen a sürgősségi osztályon az egyik fiúcska, aki már doktor úr azóta, és ő nem ismert már meg engem csak a névről, én is csak a nevéről egyébként, aztán amikor már sokáig néztem, akkor már megláttam, míg már fölócsúttam, hogy ki is ő. Na, nagyon-nagyon segítő volt, és nagyon jól éreztem magam a kórházban, annak ellenére, hogy nem voltam annyira jó állapotban. De pontosan ezt mondtam éppen aztán a többieknek is, mert jöttek látogat, és mondtam, hogy tudod, hogy ki van itt, és mondtam a nevén, szólítottam a doktor urat.
És ugye mondtuk, beszéltük azt, hogy azért csak nem múlik el nyomtalanul az, amit adunk számukra. Nem várjuk mi ezt el egyébként, szóval semmiféle protekciót nem éreztem egyébként az elhelyezésben, vagy egyáltalán a műtét során. De azért az a mosoly, amikor a vizit végigjöttek, és azért oda kacsintott rám, az azért mindig erőt adott, és lehet, hogy többet ért, mint hogyha bármi más segítséget nyújtott volna. De ő csak egy a sok közül, aki most nem olyan régen történt velem, és azt gondolom, hogy azért is jutott ő az eszembe, de sorolhatnánk a más területeken is, akár a Fejes Nórit is, hogy említettem, de mondhatnék sorozatban még helyes kis kollégákat, akik óvodásunk volt, és óvónő lett belőle, és nagyon helyes volt, hogy azt mondta, hogy azért, mert te változó, tehát, de igyekszem mindig megismerni. Ők, ha anyukájukkal jönnek, vagy szüleikkel jönnek, akkor ők még megismernek, és akkor ott beszélgettünk egy kicsit, elmagyarázom nekik, hogy mennyire feledékeny vagyok, vagy nem ismerem meg, és akkor mondják, hogy is, az szokott a kérdésem, és te megismertél van, és mondja, hogy nem, akkor így jobban érzem magam. De tényleg nagyon sokan vannak, és sok lehetőség van arra, hogy beszélgessünk velük, és jó velük beszélgetni egyébként. Persze, azért ez visszaigazolás szerintem, talán igen, minden egyes alkalommal igen, az embernek úgy megsimítja egy és kicsit. És tudod még, hogy amikor hozzák az ő gyereküket az óviba, az óviskorú gyerekeket, és akkor hozzák, és akkor ők olyanok nekem mindig, mint az unokáim. És akkor olyan jókat kuncogunk, mondjuk, hogy akkor megjött a másik unoka is, igen. Tehát azért ez is, de még egyszer hangsúlyozom, hogy persze nagy szerepe van a vezetőnek, azt gondolom, egy csapatnak az irányítás, de egy jó vezető hiába lenne ott a csapat élén, hogyha a csapatot nem tudná úgy befolyásolni, vagy nem tudja úgy megerősíteni őket abban, hogy jól csináljátok, és jól legyen. Tehát csak így tudjuk ezeket. De ez így jó. Így van. Hát Gabi, eltelt ugye ez a 40 év, és ezért polgármesteri elismerő oklevelet is kaptál. A nyugdíjas kort, időszakot, amikor ez bekövetkezik, én úgy vettem észre, hogy mindenki teljesen máshogy éli meg. Van, aki bepánikol, van, aki kétségbe esik, van, aki nem találja a helyét, van, aki még utána hónapokig visszajár a munkahelyére. Te hogyan éled ezt meg? Neked hogyan telnek a mindennapok? Egyiket se. Amit felsoroltál, egyiket sem. Szerencsére. Én már készültem erre. És azért készültem rá, mert éreztem, hogy azért már az energiámból fogytam van, és a utódaimat már közben nevelgettem, mielőtt én felkészültem arra, hogy nyugdíjas leszek, és nagyon-nagyon jó, megbízható kollégáim vannak ott az óvoda élén most. Benn voltak a vezetőségben, sokat foglalkoztak azzal a azokkal a feladatokkal, amikkel én is. Nagyon sok tanácsot adtak, nagyon jó ötletekkel jöttek, és aztán a végén már fokozatosan adtam át a feladatokat neki, és ez így nekem azt hiszem, hogy a lemondást is segítette, tehát a feladatokról való lemondást. Nagyon jó volt. Nagyon vártam. Azért is vártam nagyon, mert számtalan olyan teendőm van most, amit azért kellett mindig félretennem, mert lelkiismeretesen és minden szabadidőmet az óvoda irányítással és annak jobbításával kapcsolatban töltöttem el, és ugye az utolsó időszakban szakértői feladatokat is láttam el, az már aztán végképp a magánéletemből elvette azokat a feltöltődésre adott időt. És közben az utolsó időszakban megszületett a két kis unokám, akiket nagyon-nagyon vártuk, bár akik megkérdeztek engem előtte, hogy várom-e már, én mindig azt mondtam, hogy még annyira nem, mert rengeteg unokám van az óvodában, tehát az összes olyan gyerek imádat, ami és a gyerek gondoskodása kapcsolatban mindent kiéltem ott. És nagyon nem hiányzott még belőlem ez az érzés, és nagyon sokan rá is csodálkoztak. Aztán persze, mikor megszületett Lili, akkor azért én is éreztem, hogy ez valamiben más, és azt hiszem, hogy meg se tudom fogalmazni, hogy miben más, de azt hiszem talán az, ahogy a nő szólít, hogy mamó, és ahogy ragaszkodik hozzám valószínű, hogy ez, mert azért a gyerek, szóval cukik, tehát egyszerűen nem lehet más mondani a gyerekekre, mint azok,
és én még most is nagyon-nagyon szeretem őket. Na, és most ugye az óvodai gyerekeket leváltották a kisunokák. És akkor Lilium után megszületett Lili, csak én Liliumnak hívom, Lilium után megszületett Betty, aki most 16-án lesz egy éves. Ő is most nyitogatja szárnyait, bontogatja, éppen mielőtt eljöttem, akkor ott Gőgicsét mégis csöndesen beszélgetett, és mert éppen a testvérkéje aludt, és most lehetett hallani az ő hangját is. Mert különben Lilium nagyon cserfes, nagyon beszédes, nagyon csicsergő, nagyon választékosan beszél, énekelni szeret, és akkor ez mindig betölti a családi életet, a lakást. És most, hogy pihent, addig a Bettike is tudott valamit adni magából, és többek között ilyen beszélgetéseket. Tehát ez az egyik, hogy nagyon sokat unokázom. Azt gondolom, hogy nagyon jó mindegyünknek, a gyerekeknek is, az unokának is, meg nekem is. És mellettem még egy kicsikét tanítok is, a Dajka, jövendő Dajkákat próbálom a mesterség csinyára, binyára megtanítani. És azt gondolom, hogy ezek most nagyon jól átvezetnek engem abba a állapotba majd, amikor majd többet olvashatok, többet kézimunkázhatok, barkácsolhatok az unokákkal, mert ezt már nagyon várom. Mindig is imádtam ezeket az újrahasznosított dolgokat. Régen még a horgolást, kötést, még a gyerekeim is kicsik voltak. Aztán utána ezek a barkácsolás, újrahasznosítás az óvodában is, ez volt a mániám, hogy nagy csoportosokkal, amennyi időm volt, mindjárt ilyen zöld napokat szervezvén, ott egy kicsikét játszottam, egyre kevesebb volt sajnos erre a lehetőségem, de ez. És aztán most meg az otthoni gyerkőcökkel próbálom ezeket mutogatni, de még picike, mert még 2 éves a Lilium is, 2 éves múlt novemberben. Ő azért még csak azt látja, hogy elkészült valami, és annak örül. A folyamatára még nem kíváncsi, de hát ez szerintem így van jól. Majd idővel, persze. Igen. Tudsz egyébként úgy nagymama lenni, hogy közben nem vagy óvónő? Nem hiszem. Nem hiszem, mert hogy mindig a következményét is látom. De azt hiszem, hogy az a szerencsém, hogy mondjuk a következetesség az, ami szerintem nagyon fontos, hogy benne legyen, amin belül a legtöbbet hibázom, de igyekszem azért mindig úgy fogalmazni, hogy véletlenül se tudjak ebbe belecsúszni. De azt gondolom, hogy én annyira jó státuszban voltam az óviba is, hogy ha a gyerekekhez bementem, ott tényleg olyan voltam ott közöttük is, mint a nagymama. Mert az óvónéni volt az anyukája, és akkor én meg ott szeretgettem, lecsitítottam, eltereltem valamiről a figyelmét, hogy ne legyen mondjuk konfliktusa, vagy éppen ne viselkedjen úgy. Tehát ez körülbelül olyan, mint a Liliummal a kapcsolat, vagy a nevelés, de az biztos, hogy nem. Nem tudom. Egyszer ezt a menyem meg is kérdezte tőlem, hogy tudok-e úgy lenni, hogy nem óvónőként. Mondtam, hogy nem. Sajnos óvónőnek születtem, ezt most úgy is érzem, 40 évig óvónő is voltam. Azért törekszem arra egyébként, hogy azért nagymama szerep az dominánsabb legyen, mint az óvónői, de hát azért az óvodapedagógia, meg a gyereknevelése kapcsolatos tudás szerintem az nem árt azért benne. De visszajelzéseket megkapom én a családtól, hogyha úgy gondolják, de ennél különben még nem volt jelzés rá. De akkor valószínű, hogy az volt, hogy most egy kicsikét csitítsam le magam is. Maradjak inkább nagymama. Egyébként meg nem gondolom, hogy lesz olyan időszakom, amikor mondjuk ülni fogok és gondolkodni azon, hogy mit csináljak, mert tervem rengeteg van. Az óvodába ritkán járok be, nem azért, mert nem érdekel, hogy mi történik, mert azért arról információt kapok, hanem inkább szeretném elengedni úgy a kezüket, hogy döntsenek ők bizonyos helyzetekbe. Mert annyira vezető is vagyok, hogy biztos vagyok benne, hogy egy-egy helyzetnél elmondanám, hogy én hogy csinálnám. És azt gondolom, hogy ezt abban az esetben kell csak megtenni, ha megkérdezik. És az utódom így is van sok helyzet, amikor elmondja, hogy hogy képzeli, és én mit szólok hozzá. Vagy amikor már megtette, és utána megkérdezi, hogy így döntött, hogy mit szólok hozzá, ami egyébként nagyon jól esik. És nagyon cuki, mert azt mondta, hogy mentoráljam még néha őt, és mondtam neki, hogy ez így van,
de ő is érzi, szerintem jól is érzi így magát, hogy nem vagyok bent. A rendezvényekre bemegyünk, nyugdíjas kollégák most mennek szépen sorba, mert eléggé egy időbe kezdtünk mi ott dolgozni együtt egy csapatba, az Oviba. Most így jönnek az ifjak és fiatalok, akik hozzák a jó kis viháncos életet, meg a vidámságot, ami egyébként is van, de azért mégis más, amikor megjelennek. És hagyom őket dolgozni. Ha szükségük van, megyek, ha nincs szükségük, akkor csak telefonon beszélünk, és együtt örülök így a sikereiknek, amiket látok, hogy rajzpályázaton most a lányok gyönyörű alkotásokat küldtek a gyerekektől, azokkal büszkélkedem, hogy de ügyesek, milyen jó. Kíváncsiskodnak, járják a várost, és minden olyan lehetőséget kihasználnak, amiben a gyerekeknek újabb élményt tudnak adni. Ennek megint nagyon örülök. Az a biciklis nap, amikor volt, nagyon büszke voltam rájuk, hogy olyan ügyesen mennek ezek a nagycsoportosok kétkerekű brinyóval, óvónéni után követve semmi veszélyhelyzetet ki nem használva. De egyszerűen ezekkel feltöltekezem, és azt hiszem, hogy így elég is, hogy unoka, óvoda, egy nagy kerek lesz az egész, és akkor még egy kicsikét a magánéletemet is színesebbé teszem ezzel, azzal. Említetted, hogy vannak terveid, ezekről szabad-e tudnunk? Hát persze, hogy szabad. Rengeteg gyűjteményem van az elmúlt években, amit összegyűjtöttem, akár csak az ilyen barkácsolásról, illetve újrahasznosítása kapcsolatban. Nem azok az anyagok, amik az interneten fent vannak és gyűjtögetjük, hanem amit még egy kicsikét átdolgozom magadon, és akkor átalakítod és sajátod, de hát ezt, na, ebből szeretném a gyűjteményemet elkészíteni. Fotókat készítettem már róla. Gondoltam, hogy csinálok ráírásokat hozzá, és azt valami olyan formában jelenítem meg, azt még nem tudtam a végét teljesen, csak ezek ilyen ötletszerűen, hogy mit kezdjek én, főleg azért, mert amikor csomagoltam az irodát, és pakoltam össze a dolgokat, akkor mondtam, hogy Úristen, ezekkel mit fogok kezdeni. És akkor, ahogy rakosgattam, mindegyik mondta, akkor ezt egy dobozba rakom, hogy akkor ezekből lehet ezeket összegyűjteni. Rengeteg olyan vers van, amit összegyűjtöttünk, hogy különböző évszakokhoz a gyerekekkel tanítottuk, illetve mondogattuk. Még az én kézírásom által is van, tehát olyan füzetek. Tehát azt is azt gondoltam, hogy be kéne gépelni. Megvan ez egyébként más formában, más helyen szerintem. Csak az, hogy ez az én sajátosságom, mert hogy az én ízlésemnek megfelelő. Persze jókat kacagtam már némelyiken, hogy Istenem, ez tetszett nekem annak idején, igen. De milyen jó, mert ebből lehet látszani, hogy hogyan változik az ember ízlése, meg mennyivel igényesebb verseket is tudunk. Tehát ez az, ami a szakmai részéből. És igazán, ha nagyon-nagyon rá fogok érni, ez már csak akkor, hogyha nagyon, akkor azért leírnám az én vezetői fejlődésemet, amire emlékszem. Azt hiszem, hogy nem publikációnak, csak saját magamnak, meg talán a családnak, mert jókat kuncognak így is rajtam a fiaim, amikor bizonyos dolgokat előveszünk, és akkor elolvassuk, és múltidőzéként olvasgatjuk, hát akkor hátha azon is jókat fognak derülni. Mert legfőképp a gyerekek annak idején, mikor bejöttek hozzám az óvodába, akkor mindig mondták, hogy de jó neked anya, kisiskolások voltak, de jó neked anya, itt csak te írsz, telefonálsz és beszélgetsz. És akkor már gondoltam, hogy lehet, hogy egy kicsikét be kellett volna őket is vonnom, hogy hallgassák végig, de nyilvánvaló, hogy nem. Azóta már azért máshogy látják a dolgokat, mert ugye mindegyik felnőtté vált, és mindegyik emberekkel foglalkozik, nem kétkezi munkával keresi a kenyerét, és látja jól, hogy az irányítás sokszor sokkal nehezebb, mintha egy olyan produktumot kellene létrehoznunk, ami kézzel fogható. De hát ettől szép az életünk, hogy ezeket is megcsinálhattuk. Így van. Hát remélem, azt az irományt, azt még mi is el tudjuk majd talán olvasni. Bízom benne. Hát, hogyha nem jól osztom be az időmet továbbra is, mert ez egyébként egy nagy problémám, hogy most a szabadsággal teljesen struktúrálatlan életet élek. Tehát nagyon jó, hogy van a család, és jönnek az unokák, mert különben biztos, hogy elfogynék teljesen, mert örömködök egy-egy dologgal, a képeket nézeketek hosszasan, és annak örülök, hogy semmi olyan nincs, amit most éppen meg kellene csinálnom, és muszájból. Tehát most még ezt a kort érem, de utána már biztos, hogy egyszer ezt már megunom, és akkor elkezdem a régi életemet élni, és akkor már mindennek lesz ideje. Gabi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, és beszélgethettünk egyet erről. Köszönöm én is a meghívást.
Kedves nézőink, pedig remélem, hogy továbbra is velünk tartanak. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!